Napjainkban az internetes technológiákat körülbelül 4 milliárdnyian használják személyes, illetve üzleti célokra, többek között információkeresésre, szolgáltatások és áruk megrendelésére, kapcsolattartásra. Magyarországon 2007-ben a háztartások körülbelül 38%-a, míg 2015-ben már 75%-a rendelkezett széles sávú internet hozzáféréssel. A kormány számos lépést tett a digitalizáció terjesztésére. Ennek részeként támogatja a digitális jólét megteremtését, elősegítő helyi, civil és szakmai szervezeteket. A szupergyors internet program keretében tégláson alakítottak ki végpontokat. Azt vállalta a kormány ebben a kormányzati ciklusban, hogy 2018 végére minden olyan magyar háztartás, amelyik ezt igényli, kapcsolódni tudjon a szupergyors internethez. Ez 2 évvel korábban van, mint az uniónak a vállalási időpontja, tehát 2020-hoz képest 2 évvel korábban tudjuk ennek a hátterét megteremteni. Ez egy rendkívül összetett feladat, és egy nagyon nagy beruházás, hiszen az az átadó, ami most itt vagyunk, ez tulajdonképpen egy közel 50 milliárdos programnak a része. Itt ebben a járásban 600 millió forintból körülbelül 5200 háztartás, illetve közintézmény kapcsolódhat majd a szupergyors internethez, és az itteni fejlesztésben az a jó, hogy nem a minimális 30 megabit per szekundumot, hanem tulajdonképpen háztartásonként 1 gigát tudnak igényelni majd az itteni lakosok. A programban jelentős szerepet tölt be az internet előfizetés áfa csökkentése, ami 27%-ról 5%-ra csökkent. Henke Norbert, a téglási beruházást végző vállalat ügyvezető igazgatója kiemelte: a fejlesztés mindenképpen hozzájárul a gazdasági fejlődéshez is, hiszen a gyors kommunikációnak köszönhetően rengeteg idő és pénz megtakarítható egy vállalkozás számára. Ma az országban nagyon sok helyen 5-10-15-20 megás internet elérhető a kevésbé korszerű hálózatokon, amit a cégünk épít a hajdúadházi járásban, GPON, azaz optikai hálózatot, akár egy gigabit per szekundumos internet is elérhető per háztartás. A program fő célja elsősorban az, hogy akik számára az internet szolgáltatás az ár miatt nem volt elérhető, azok kedvezményes alapcsomagot tudjanak igénybe venni. Cibere Béla téglás polgármestere szerint a mostani fejlesztés minőségben nagy ugrást jelent a városnak és a környező településeknek. Az utóbbi 10-15 évben teljesen hozzászoktunk az internet hálózatnak a kihasználásához, viszont azzal is szembesültünk, hogy mennyi sok buktatója van ennek, milyen sok technikai probléma van. Hiszen amikor elkezdtünk az interneten kapcsolatot kiépíteni, és egyszer csak megszakadt ez a kapcsolat, vagy rettentő lassan lehetett letölteni valamit, akkor rettentő sok bosszúság érte az embert. És én már a hajdúsági iparművek találkoztam azzal, hogy mit jelent, amikor üvegszál optikán keresztül valósul meg ez a kapcsolat. Bizony-bizony minőségi nagy ugrást jelentett ez, és rendkívül fontos, hogy amikor egyre többen bekötnek az internethálózatra, egyre többen használják, és nem is tudnak létezni nélküle, akkor bizony ez minőségi szinten történjen meg. Téglás mellett az országban folyamatosan zajlanak hasonló fejlesztések. Hamarosan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is várhatóak a szupergyors internet kialakítás célzó beruházások.